Egy fiatal nő állt a korlátnál, kibontott hajjal, szürke ballonkabátban, és a zajló jégtáblákat nézte. Beragyogott a nap a megsüllyedt felhők alá, pofoszta a szél a sirályokat, és lobogó kabátjában úgy állt ott az a nő, mint a jegenyék. Már késésben voltam, mégis megálltam egy pillanatra. Először nem is az arcát, hanem a vaskor látott markoló kezét figyelte. Aztán valahogy megfeledkeztem Judit leveléről, meg anyámról, meg a háromszor látott humán orientált Anettáról, aki már kijött a szaunából, és ott vár rám, alig pár száz méterrel odébb, a gellért szálló előtt. Megfeledkeztem a vér örökségnek hazudott színházi díszletekről és az ajtóra szerelt biztonsági láncokról. A kerepesi temető szégyen sírjáról, amelyet már évek óta nem hajlandó benőni a folyondár, mintha sóval szórták volna be a földet. Néztem ezt a szürke kabátos nőt, és teljesen megfeledkeztem bíró művész művésznőről, aki minden bizonyal anyám inspirálására túlsegített 14. évem krízisén, és egy sirály bemutató után úgy eljátszotta az orgazmust egy kibérelt vendéglő ruhatárában, mintha tíz éve nem látott volna faszt. És megfeledkeztem mezei művésznőről, aki nagyon szerette volna, hogy én segítsem túl 48. éve krízisén, de az Úristennek nem sikerült. Megfeledkeztem a nyakamban lógó fiók kulcsról és az ostortartó cigánylányról, a balkán gyöngye újság kötegeiről és a 25 kalickáról, bennük a 25 törött szárnyú madárral. Megfeledkeztem fenyőelvtársról, aki arcon köpte anyámat, meg Kleopátráról, aki üvegrubintos melltartóban rohant végig a belvároson. Csak néztem ezt a szürke balonkabátos nőt, aki úgy állt a márciusi szélben, mint a jegenyék, miközben harminc méterrel alatt a vakító jégtábláit sodorta a folyó, és nem tudtam, hogy majd mit fogok mondani, mert még soha nem szólítottam meg senkit a nyílt utcán. Mindig kivártam, hogy engem szólítsanak meg, mint a kulturáltabb kurvák. Egy pillantással jeleztem, hogy csak rajta, de kivártam, ha kellett, vártam hónapokig. Így nem tudtam, hogy most mit fogok mondani. Tulajdonképpen nem volt bennem se részvét, se kíváncsiság. Nem akartam tudni, miért áll ott, vagy miért nem veti le magát mégse. Csak gyönyörködtem. Na menjünk, mondtam, miután kigyönyörködtem magam. Jó. miután a szememben nézett. Akkor kellett volna Esztert otthagynom a presszóban, az asztalon összegyűlt konyakos poharakkal, meg a szövettani vizsgálatra szóló beutalójával. – Ezt kidobhatom? – kérdezte a pincérnő. Én pedig mondtam, hogy ne dobja ki, és eltettem a beutalót, mintha nekem szólna. Aztán néhány nap múlva meglett az eredmény, és kiderült, hogy fehér Eszter méhe jó indulatú. Hogy egy rutin műtét után ugyanolyan használhatóvá válik, mint az összes 28 éves nőé, egyaránt alkalmas lesz szülésre vagy abortuszra a párkapcsolat minőségétől függően. Kint várakoztam a folyosón, zsebemben két doboz cigarettával, mert nem tudtam, mennyi ideig tart egy jó indulatú daganat eltávolítása, de már az első szál után be akartam rontani a műtőbe, hogy azonnal hagyják abba. Aztán végre nyílt az ajtó, és doktor Vidák megnyugtatott, hogy a kedves hölgyel minden rendben, de azt legalább egy hónapig nem szabad, ugye érti? Értem, mondtam. És két nap múlva hazavittem Esztert a kórházból, egy kilencedik kerületi. 32 négyzetméteres tanácsi bérleménybe, és a kanmacska bűzös lépcsőkön úgy cipeltem fel a harmadikig, mint szülés után egy feleséget, pedig akkor jártam nála először. Hová mész, fiam? Kenyeret kell hoznom, anyám. Még van kenyér, tegnap is tízkor jöttél haza. Dolgon volt, anyám, én így nem tudok élni, hogy te össze-vissza mászkálsz. Jó, majd igyekszem előbb jönni, anyám mondtam. Aztán egy éjjel átszereltem a két biztonsági láncot az ajtón, hogy egy kis kampóval kívülről is ki tudjam őket akasztani. És miután anyám elaludt, úgy szöktem ki a lakásból, mint valami nevelőintézetből, mert nem akartam, hogy megkérdezze, hová mész, fiam. Hajnalig feküdtem Eszter mellett egy szivacs matracon. A naputcai bérlemény kolostor csendjében. És hálás voltam doktor Vidáknak, amiért azt megtiltotta. És a Lír király mély elemzése helyett egyszer csak mesélni kezdtem mindarról, amiről lassan egy évtizede senkinek. Úgy meséltem, ahogy az útszéli nyomós kutakból zubog a víz, pedig nem foggatott, nem kérdezősködött. Mindössze olyan erővel szorított magához, hogy szemérem csontja lilás nyomot hagyott az ölemen. Látni szeretném a szobádat mondta Eszter. Nem lehet mondtam. Egyébként semmi különös. Van egy íróasztalom, valamelyik orosz színdarabból, egy elég jó ágyam, szintén valami színdarabból, meg egy csomó könyvem, aminek egyötödét ötödét, ha olvastam. Szőnyeg? A velencei kalmár. Csillár? Az valami cseszlovák vígjáték, a címére már nem emlékszem. Kilátás? Múzeumkert? Vagy paletta? Szeretkezni akarok. Nem lehet. Még beteg vagy. Hazudtam már napok óta, mert rettegtem, hogy utána ugyanúgy várnám az alkalmas pillanatot a menekülésre, mint a Kárpátia étterem ruhatárában, vagy Kispesten, vagy egy hundert vasszermintás lepedőn. Azt szerettem volna, ha doktor Vidák tilalma egy teljes életre szól. Ha itt fekhetek ruhásan minden hajnalig ezen a 160x200-as matracon, és csak mesélek, addig mesélek, amíg már nem hallja a hangom. Nem vágytam másra csupán, hogy magához szorítsa a kezem, és a pongyolán át megérezzem ölemelegét. És amikor az ajka remegni kezdett, akkor tudtam, hogy már mondatok óta nem hall semmit. És akkor elhallgattam és csak figyeltem az egyre kétségbe esettebben vonagló testet. Figyeltem, amint a gerincem megfeszül, mint azoké, akiket áramütéssel próbálnak feltámasztani, mint a hegedű húr, amelyik a következő érintéstől elpattan. Ugyanolyan félelmetes volt a gyönyöre, akár az, ahogy állt a szélben, harminc méterrel a vakító jégtáblák fölött. Figyeltem az összekuszálódott fekete haj mögötti arcot, a melkas lassú zihálását. Figyeltem, hogy lassan magához tér. Aztán mielőtt ölemig jutott volna a keze, megfogtam a csuklóját, és azt hazudtam, hogy most mennem kell, mert anyám mindjárt megébred. Ő pedig mondta, hogy akkor menj és megcsókolta a szemem. Látni szeretném az anyádat, mondta. Nem lehet, mondtam. Egyébként semmi különös. Amikor nem Júlia vagy Laura Lembach, akkor pont olyan, mint én. Azt tudom. Honnan? Ma bementem a könyvtárba, és kikerestem néhány címlapfotót. Nem lenne szabad kiárnod. Nem vagyok az anyád. Azt tudom. Akkor csókolj meg, mondta. Még beteg vagy, mondtam. Hazudsz, mondta. És kibontotta a pongyola övét. És tulajdonképpen akkor láttam először mesztelenül, amikor a fekete-fehér sejem lecsúszott a vállán. Menekülni szerettem volna, de úgy ült rajtam, mint az úr angyala Nini farkas szemet néztünk, miközben gombolta az ingem. Ne, mondta. Hallgass, mondta. És a haja betakart, és éreztem, amint forró nyállal telik meg a köldök parányi gödre. Arca a hasamhoz feszült, hogy megfürödjön a tajtékos pocsolyában hogy szétkenje nyálát bőrömön, mielőtt átéget, és ágyékon már érezte leheletét. Ne! mondtam ismét. De saját ölétől gyöngyöző újja tapadta számra, aztán befurakodott az ajkaim közé, hogy tenger ízével megbénítson. Nyelvemen kúszott egyre bejebb, a garatig majd vissza, ugyanolyan lassan és megállíthatatlanul, ahogy odalent egyetlen ízlelő bimbó kúszott végig a megfeszült hajszál ereken. Aztán megéreztem, hogy ajka leföl siklik a vágy ideg végződésein, és én lassan felejteni kezdtem. Ugyanúgy felejtettem el mindent, mint hajdan a szabadsághídon. De én már nem csak a kulcsra zárt fiókom, meg Judit bal kézzel hamisított levelei, meg az üvegrubintjaiban hazarohanók Leopátra nem jutott eszembe, hanem az sem, hogy hajnal van-e, vagy délután. És amikor megfeledkeztem arról is, hogy miként kell levegőt venni, és a gerincem megfeszült, akkor Eszter ajka is megfeledkezett a visszaútról. Hirtelen odalent voltam a torok valószínűtlen legmélyén. És a következő pillanatban már nem éreztem a melkasomat végig szántó körmöket. Nem hallottam a saját üvöltésem, nem éreztem mást, csak a torka lüktetését, amint egy hónap vágyának minden gyantáját elnyeli, meg a szív megveszekedett dobolását a bordáim ketrecében. Aztán megszűnt a fény is, meg a sötétség megállt Isten órája a mennyben, és megállt a pokolban anyám kelléktári vekkere. A saját spermám ízére tértem magamhoz. Úgy csókolta a számba ivar sejtjeimet, mint egy füzérnyi igaz gyöngyöt. Szeretlek, mondta és mire újja eljutott ajkamtól a herékig, már valóban képes voltam arra is, amire az imént egy hónap felgyülemlet vágya még alkalmatlanná tett. Kezem rátalált a gerinc barázdái mentén vezető ösvényre, majd leereszkedett az utolsó csigolyán túli katlamba, hogy a szemére majka közt utat törjön ölemnek. Fáj, kérdeztem. De már képtelen volt szavakká rendezni a hangokat. Külön-külön, zihálva menekült minden hang a tudat megbomlott hálójából. Nyelve még egyszer végig kúszott a szájpadláson boltívén, befurakodott az ajak és a fogin közötti hasadékba, nyála lecsorgott a torkomon, de mire a teste legmélyéig hatoltam, Mire belülről éreztem a szív megveszekedett vergődését, már nem volt ereje csókolni. És már nekem is anyám kelléktári vekkerére kellett gondolnom, mert azt akartam, hogy még ne álljon meg. Azt akartam, hogy az idők végezetéig itt maradjak a megbomlott tudat hálójába gabajodva, számban a melbimbó veríték ízével, de nem engedték. Ezer kéz ragadta meg a karom és szorította új a csikló parazsára, és a következő pillanatban már éreztem, hogy a rám feszülő izmok lüktetni kezdenek, hogy Eszter zokogva markolt a bordáimba, és talán még éreztem azt is, amint félájult a rám roskad. Most kéne gyökeret ereszek, gondoltam, mint a tölgyek, gondolta. Inkább cédrus, az tovább él, gondoltam. Szeretlek, gondolta. Hallgass, gondoltam. Csak gondoltam, gondolta. Abba belepusztulsz, gondoltam. Nem érdekel, gondolta. Így nem lehet élni, gondoltam. Én így akarok gondolta. Hallgass, gondoltam. Nem hallgatok, gondolta. Fogadok mellé egy ápolónőt, gondoltam. Az nap látsz utoljára, gondolta. Tudom, gondoltam. Csak gondoltam, gondoltam. Ha mellettem fekszel, még gondolni sem merj erre, gondolta. Ne haragudj, gondoltam, nem haragszom gondolta. Akkor ölelj meg, gondolta. Hiszen ölellek, gondolta. Itt akarok maradni, gondolta. Tudom, gondolta. Egy helyben, mint a tölgyek, gondoltam. Vagy cédrus, az tovább él, gondolta. Beléd markoló gyökerekkel, gondoltam. Akkor markolj belém, gondolta. Már így is elkékült a csípőd, gondoltam. Nem érdekel, gondolta. Szeretlek, gondoltam. Akkor majd így élünk, gondolta. Így nem lehet élni, gondoltam. Csak így érdemes, gondolta. Féltelek, gondoltam. Engem már nincs mitől, gondolta. Azt gondolom, gondoltam. Virrad, gondolta. Hiába hallgatsz egy hónapja, gondoltam. Menned kell, gondolta. Te jobban félsz, mint én, gondoltam. Ez nem igaz, gondolta. Dehogy nem, gondoltam. Tényleg menned kell, mindjárt felébred, gondolta. Tudom, gondoltam. Akkor menj, gondolta és lecsókolta a gyönyörverítékét a homlokomról. Hol voltál, fiam? Dolgom volt, anyám. Nekem meg szívtáji fájdalmam volt. Ne haragudjon, anyám. Akkor se leszel itthon, amikor megdöglök. Hívok egy orvost, anyám. Ne hívj ide senkit, már vettem be gyógyszert. Akkor jó, anyám, mondtam, holott pontosan tudtam, hogy vitaminokon meg valeriánán kívül semmi sincs a lakásban, hogy még az aspirin is elfogyott, de képtelen lettem volna azt mondani, hogy nem hiszek élete egyetlen szívtáji fájdalmában sem. Pedig tíz évesen még átmertem menni éjszaka, és habozás nélkül közöltem, hogy most már fejezzék be a próbát, és az az Effenbach tűnjön el innen, mert aludni szeretnék, ugyanis mi Judittal hétkor kelünk. Te meg különben sem vagy színész, csak egy szar újságíró, mondtam Efenbaknak. És máig nem értem, hogy ezért miért kellett bocsánatot kérnem anyám. Hiszen valóban egy szar újságíró volt. Egy zukkritikus, aki állami megrendelésre írta a két kolumnás közhelyeit. Emberileg mély mű. Ezt az egyet nem felejtem el, anyám. A boldogtalanok, mint emberileg mély mű az jobban megmaradt bennem az egyszer egynél. De azért a bemutató utáni fogadáson végül csak oda mentem ehhez a rovarhoz, mert azt akartad. Bocsánatot szeretnék kérni a múltkoriért, mondtam. Ugyan, én már el is felejtettem, mondta. Én nem, mondtam. Figyelj, te már nagy fiú vagy, ma holnap kész férfi. Neked már tudnod kéne, hogy én nem bántom az anyukádat. Persze, mondtam. Mi olyankor, na, hogy is mondjam, kérsz egy kis alma levet Nem kérek, mondtam. Szóval ő olyankor nem azért szokott kiabálni, mert bántják, hanem mert nagyon örül. Te is biztosan kiabálsz, ha hoz valami szépet a télapó. Aha, mondtam. Látom, érted. Szóval, ott tartottunk, hogy az olyan szép nénik, mint az anyukád, minél hangosabban kiabálnak, annál jobban örülnek. Igen, itt tartottunk, mondtam. Persze, neked teljesen igazad volt abban, hogy én nem vagyok színész. De van, amikor az ember nem szereti megmondani, hogy minek örül, mert azt hiszi, hogy a másik azt úgy se értené, és akkor inkább valami olyasmit mond, ami nem egészen pontos. Biztos, hogy nem kérsz alba levet? Biztos, mondtam. Egyébként semmi baj. Anyám is jobban szereti, ha azt hiszük, hogy próbál. Minél szereti jobban? Például annál, ha azzal megyek be, hogy hagyjátok abba a baszást az istenit, micsoda gyerek! Veled már úgy lehet beszélni, mint férfi a férfival. Akkor beszéljünk úgy, mondtam. Nem akarom, hogy az anyám veled basszon. Tesz, ez nem tűnik bocsánat kérésnek. Te mondtad, hogy beszéljünk úgy, mint férfi a férfival. Nem vagy te kisé pökhendi? Nem, mondtam. Csak nem szeretem az olyan takony képűeket, mint te, akik marcipánt hoznak, amikor baszni jönnek. Kifejezetten gyűlölöm a marcipánt. Na, menj szépen vissza a mamádhoz, mielőtt felpofozlak, mondta, és én még folytattam volna, például, hogy simán megmerem ölni, de szerencsére éppen jött sárosi rendező elvtárs, kocintani Bach kritikus elvtárssal, engem meg Judit cigált. Ne haragudj, anyám, amiért tisztességes kritikust faragtam ebből a zugfirkászból. Olyan kritikust, aki az elkövetkezőkben már szóvá tette, ha vérművésznő vásári komédiás módjára kárája, hogy ó, emiatt bocsásd meg a szélnek gondjaid, meg legjobb vaktában élni csak. Tényleg, miért van, hogy jogaszténak voltál a leggyatrább anyám? hogy még Efenbach Tamás erejében is megfagyott a vér ennyi ripatság láttán. Hogy pont ez a testre szabott szerep az egyetlen nagy szégyen volt, már ami a színpadi pályafutásodat illeti. Egyébként teljesen fölösleges volt ez a bocsánat kérősdi, hiszen három nap múlva úgy is megérkezett Jerzy Bukovszki vendégrendező, aki lefekvés előtt még angolul itta a vodkát, de magömlés után már lengyelül horkolt, és szerette volna, ha mi ezentúl mindig együtt, mint egy nagy család, mert hajlott az idilre. Together! ölelt magához minket a fürdőszoba ajtajában, és csak úgy áradt az orosz vodka, a magyar arcesz meg a lengyel veríték förtelmes szakkombinációja a többnapos atléta trikóból de örült, amikor Judit azt mondta neki, hogy büdös vagy, Jerzsi, mert nem értett belőle egy szót sem. Meg örült, hogy milyen szép szőkék vagyunk mi mind a négyen. Igazi, family. És tulajdonképpen mi is örültünk, Tetszett az a mindent átható, formabontott katolicizmus, aminek szellemében rácsapott a fenekedre, hogy előbb rendes reggeli a kölkökkel együtt, és csak utána csináljuk meg a mrozseket. A kollégák legfeljebb majd vétingelnek egy fél órát. Tetszett, hogy vatíz ez a mackó sajt már megint, és amíg megfőnek a kemény tojások, leszalad néhány szál parasztkolbászért, meg két üveg vodkáért a közértbe. Tulajdonképpen bántuk, hogy egy hónap múlva visszamegy Varsóba a saját feleségéhez, meg a saját gyerekeihez, akik szintén mind szőkék, és akiknek a fényképe ott lógott a hűtőszekrényünkön, hogy Jerzy vacsora után nézegethesse őket, és csak úgy az ihlet kedvéért szomorkodjék egy kicsit. Hogy milyen kár, hogy olyan messze vannak, pedig mennyire szeretnénk egymást. Lenne egy big family, very big. Az ő lánya zongorázik, a tiét hegedül, a fiúk meg nem csinálnak semmit. Még ez is passzol. Igen, anyám, tulajdonképpen bántam, hogy Jerzy Bukovszkinak vissza kell mennie, mert várják a titkos eszmék, a formabontott katolicizmus, a formabontott színház, meg a formabontott családja. Nem állíthatom, hogy szerettem de legalább nem mondta azt az embernek, hogy anyukád mekkorát örült éjjel a Mikulásnak. És azért ez is valami. Szerinted mi lenne, ha felmennék hozzátok? kérdezte Eszter. Nem tudom, mondtam. Több mint tíz éve járt utoljára idegen a lakásban. Egyedül a díjbeszedőbe törődött bele. Nem csöngetett be soha senki. Dehogy nem, legalább hárman. Körülbelül ennyien maradtak le a hírről, hogy vérrebek a művésznőhözi már semmilyen szempontból nem előnyös becsöngetni. Szar ügy, ha az embernek kizárólag szeretői megismerősei vannak. Ne beszélj, csúnyán. Tényleg szarügy. Ezt meg tudom erősíteni. Szóval az első hetekben még volt vagy három tájékozatlan. Anyám pedig sebészi pontossággal tudta, kinek mit kell mondani már az ajtóban ahhoz, hogy egy életre elmenjen a kedve a további vizitektől. Az egyiknek megdicsérte a férjét, a másiknak üdvözölte a szeretőjét, a harmadiknak elég volt szídni a fotrászát. Tulajdonképpen nem olyan bonyolult állat az ember, na meg ő is elég hatékonyan tud fogalmazni. Egyedül a körzeti orvos jutott a szobáig, mert anyám azt hitte, hogy én hívtam ki, hogy bolondok házába akarom csukatni. Pedig csak azért jött, mert vérművésznő néhány hónapja elfelejtett aláírni valami papírokat. És? Semmi. Anyám fölöttébb örült a váratlan látogatásnak, és elpanaszolta, hogy újabban deréktáji fájdalmai vannak. Meg is mutatta, hogy hol, amért a doktor úr nagyon hálás volt. Én lelettem küldve a közértbe, hogy hozzak egy üveg rozét, meg valami apró süteményt, ő pedig elnézést kért a felfordulásért, de hát ilyen a művész élet csupa rohanás. Majd megdicsérte a doktor úr tweed és a recept tömbre adott autogramot. Gondolom az orvos fel is írta neki a Richtofit sportkrémet. Fel. Aztán anyám rám zárta a WC ajtót, majd felhúzta a mosogató kesztyűit, és a vasaló zsinórjával áramot vezetett a bejárati ajtó kilincsébe, hogy a továbbiakban ott dögöljön meg a gangon mindenki, akivel én őt Lipót mezőre akarom vitetni. De szerencsére összekötötte a fázista nullával, és csak a biztosítékot sikerült kivernie. Ez iszonyatos. Meg lehet szokni, mondtam. Istennek hála, amikor villanyt szerel, sose feledkezik meg a mosogató kesztyűkről. Kifejezetten finnyás az élet veszélyre. Egyébként, ha a tévé meg a hajszárító pedállal is működne, valószínűleg máig ott ülnék a vécén. Bolond vagy? Hogy lehet ezen nevetni? kérdezte. Nem már ő is nevetett. Csak úgy, ha tudom, hogy fehér Eszter mindjárt megölel. Mondtam. És akkor magához ölelt, és nyelve percekig küzdött az enyémmel a szájüregek sötétjében, de aztán hagytam győzni. Engedtem, hogy az ajaktól a garatig meghódítson minden területet, mert közben megtaláltam a nyári ruha hasítékát. De tényleg balont vagy itt nem lehet? mondta. De már éreztem, hogy megduzzadnak a melbimbók. Már éreztem, ahogy kővé dermed a csikló, akár azok a kristályok, amelyek odalent a bánya mélyén még puhábbak a tengeri szivacsnál, de amint megérinti őket a napfény, kemények lesznek, mint a rózsakvarc. Már éreztem a nadrág gombjai közt befurakodó ujjakat, meghallottam a szívverését a szívbillentyűk kalapálásától visszhangzott az egész kelet-budapesti vendéglátóipari egység, ahová Isten kivételes jóindulatából egész délelőtt senki be nem tette a lábát. Még zihálta a hodály méretű terem sarokasztalának fedezékében és miközben egyik kezem eljutott a gyönyör egyenes labirintusának legmélyére, a másikat a szájára tapasztottam, mert tudtam, hogy sikojától összesereglene a teljes kiszolgáló személyzet, hogy rögtön előkerülnének a pincérek és kiszaladnának a mosogató lányok, de már akkor se lenne visszaút tudtam, hogy már egy rendőr zászlóaj se lenne képes megállítani, hogy még egy mozdulat és kuvait összes olajkútja meg Izland összes gejzirje belesárgul, és egyszeriben életre keltek a radiátor csöveire párgázott művirágok, hullámzani kezdett a márványmintás linóleum meg a kubista álmennyezet, tönkrement a neonvilágítás és vakítva lebegtek a nylon függönyök, mintha vasaló vezettek volna áramot a felszállítás, váró rozmaring étterembe. Aztán megremegtek a falak, alapjaiban rendült meg az egész szocreál a két sörös korsóval és a teli hamutállal együtt. Majd Eszter az asztalra borult, és én is a vállára borultam volna, de a messzi homályban felsejlett az Úristen nagyon is antropomorf alakja, és megkérdezte, hogy fogyasztanak-e még valamit, én pedig mondtam, hogy nem tudom, vagyis persze hozzon még kettőt ugyanebből többet, suttogta Eszter. Még mindig karjába tebetve az arcát, mert félt, hogy a tekintetéből minden kiderülne. Hogy most a puszta pillantása is kimeríteni a közszemérem sértés összes paragrafusát, és közben éreztem, hogy a másik kezével gyorsan megpróbál rendet tenni az asztal alatt. Másfél év felfüggesztett, mondtam, amikor végre magunk maradtunk. Csak, nekem tíz év szigorított fegyház mondta, és mosolygott, és síkos ujját végighúzta ajkamon, mielőtt megcsókolt. Pedig én még mondtam volna, hogy akkor nekem életfogytiglan. Miért szeretnéd látni? kérdeztem már az utcán. Tulajdonképpen nem tudom, mondta. Látatlanban is épp eléggé gyűlöl. Azt gondolom, beszéltél neki rólam? Nem, a szagodról ismer. Én jobban gyűlölném azt, akit csak szagról ismerek. Te nem vagy az anyám, mondtam. Azt hiszem, igazából nem is őt szeretném látni. Vagyis persze, hogy szeretném látni, de az egészen más. Az a kíváncsiság. Azon könnyebben túlteszi magát az ember. A félelem sokkal rosszabb. Semmi okot félni tőle. Azt hiszem, nem is tőle félek, hanem a fiától. Hogy te segítesz neki. Hogy már úgy zárod rá az ajtót, mint egy börtönőr. akkor menjünk. Mondtam, és megfogtam a kezét. Pedig tudtam, hogy anyám egy szívsebész pontosságával fogja megtalálni azt a mondatot, amelyel ki lehet metszeni a pitvarból a rozmaring étterem életre kelt nájlon függönyeit, hullámzó álmennyezetét, meg ondó égette linoleumát. Remegett a gyomrom, de hagytam, hogy Eszter a körúti aluljáróban virágot vegyen. A küszöbig jutottunk. Anyám csupán végigmérte, de még a nevére sem volt kíváncsi. Nem tűröm, hogy a ribancaidnak mutogas. Vitt garni szálóba, mint a többit, mondta és bevágta az ajtót. És akkor láttam, amint a könny kimossa Eszter szeméből a fény utolsó maradékát is. Hogy ez a minta többit, ez jobban fáj egy arcon köpésnél vagy pofonnál. Szúrós dróttal elkerített szántóföld, a távolban őrtornyok, szabályos téglalap alakú gödrök szája sötétlik ameddig a szemellát. Minden gödör előtt kis zománcos tábla rajta az ültetés időpontjával. Egy egyenruhás orvos vezet végig a telepen. Elmagyarázza a teendőm, mielőtt átveszem a szolgálatot. Az egyik gödörnél megáll és lemutat a mébe. Erre különösen figyeljen, ettől várjuk a legtöbbet, mondja. Odalent egy vak öregasszony fehér bottal hadonázik. Ébredj, menned kell! mondta Eszter. Nem megyek. Mondta. Dehogy nem. Már tíz évesen lett volna szabad hazamennem. Az lehet. Így viszont most is haza kell menned. Gyűlölöm. Ne akart helyettem gyűlölni mondta. Hol voltál, fiam? Ezt többé soha nem merje megkérdezni, anyám. Te nem mert idehozni a kurváidat! Semmi szükségem közönségre! Eszter, anyám. Fehér Eszter. Ezt mostantól tanulja meg. Ezt jobban jegyezze meg, mint a saját nevét. Ez az én lakásom. Itt annak nevezem, aminek akarom téved, anyám. Kurva! Kurva, érted? Utolsó kurva! Az ilyen arra jó, hogy egyszer könnyíts magadon. Nagyon kérem, hallgasson, anyám. Ide pofátlankodik szimatolni. Néhányszor megbozták, és már is ide libeg a kis virágocskájával. Azt mondtam, hallgasson. Tudom, hogy ezt a ringyót baszod már hónapok óta. Nehogy azt hit, hogy nem tudom. A kis eszterke. Ez akar engem tönkretenni. Magát már nem lehet tönkretenni, anyám. Ez beszéli tele a fejed. Amíg nem tapott a farkadra ez a pióca, addig sosem mertél így beszélni velem. Hibáztam, anyám. Mindenki hibázott, aki nem mert magával így beszélni. Az egész magyar színházi élet hibázott. Fenyő volt az egyetlen kivétel. Hallgass! Még Judit is csak levélben merte. Csak a világ túlsó végéről merte megírni, hogy Fogd be a szád! Teljesen mindegy, hogy befogom-e a szám. Úgy sem mondanék semmi újat, csak amibe beleőrült. Takarodj a szobádba! Aki tíz évig nem lép ki a napfényre, az őrült anyám. Közönséges őrült, érti? Pusztuljon már el! Dögöljön meg végre! Üvöltöttem, és bevágtam az ajtót. Aztán remegve feküdtem az ágyon, és vártam, hogy szétpattanjanak az ereim. De legalább megfulladjak, hiszen olyasmit mondtam, amit ember soha nem ejthet ki a száján. Aztán úgy tíz perc múlva bekopogott. Ott állt megigazított pongyolában, frissen fésült hajjal és kifestett ajakkal, és megkérdezte, hogy hol voltál, fiam. Mint aki nem emlékszik semmire. Én meg szinte elbőgtem magam. Valami dolgom volt, anyám, mondtam. Főztem paradicsomlevest, mondta. Aztán kitöltötte a híg löttyöt, és egyszerre koppant a kanalunk a tányérhoz. Egyszerre törtünk a kenyérből, majd egyszerre nyeltük le a falatot. És már tudtam, hogy nem megjátsza, hanem tényleg nem emlékszik egyetlen szavamra sem és mostantól nem is fog emlékezni soha semmire, ami miatt egészen más rendszerint kellene élnünk, mint eddig. Holnap vegyél nekem valami gyümölcsöt, mondta. Jó, veszek almát, mondtam. Inkább szőlőt vegyél. Azt kívánom, a szőlőt. Valamelyik pénteken Eszter szerzett a könyvtárból egy Remington írógépet. Vett 500 ív sirálypapírt, meg indigót, meg egy csomó háztartási kekszet. Aztán kitett az asztalra két kancsó jeges teát. Nem akarlak látni, mondta. És egymásnak háttal állította a két karos széket. Így olyan, mintha a falnak olvasnám, mondta. Persze, mondta. És én a Fehér Falnak kezdtem olvasni a történeteimet. Az írógép kopogásából tudtam, hogy hol változik a szórend, vagy marad el egy jelző, és akkor már én is éreztem, hogy annak a jelzőnek ott nem volt semmi helye, és olvastam tovább a bérálmodó történetét, meg a teherszállítás történetét, meg a hegedű tolvaj történetét. És mire a falak beleszürkültek a délutánba, Néha már be kellett hújnom a szemem, mert összekuszálódtak a sorok. Szavak helyett már feketén vonagló fonálférgekből férgekből állt a gyermekgyógyászat története. És akkor kétségbe estem, mert rájöttem, hogy behuny szemmel is tudok olvasni. Hogy pontosabban emlékszem az évekkel előbb írt mondatokra, mint az imént a teába mártott háztartási keksz ízére. És akkor mondtam Eszternek, hogy hagyjuk abba, mert ennek úgy sincs semmi értelme. Nincs szánalmasabb, mint amikor az ember összetéveszti az agya koszmányos szüleményét a szabadsággal. De nem is felelt, csak kivett két újabb lapot, közéjük tette a suhogó indigót, majd hallottam, amint néhányszor koppan a papír éle az asztalon, aztán befűzi a gépbe és vár. Úgyhogy ittem egy korcs teát, és folytattam, a színművészet történetét. De amikor befejeztem, már ő sem bírta tovább. Vizes zsebkendőt kellett kössön a csuklójára, és a gépeléstől már keményedni kezdtek az új begyei. Úgyhogy behoztam a fürdőből a néve a krémet, és bekentem vele a kezét, majd az egész karját. Aztán megfordult, hogy hozzáférjek a lapockákhoz, meg a derekához is. Még egy kicsit lejjebb. Pont a kedvenc csigolyát fáj, mondta, és hasa alá gyűrte a párnát. Kéne szerezzek egy rendes széket, mire kész lesz a könyved, ismét vihetsz a kórházba. Nem akarok könyvet, mondta. Ne felesej. Inkább kenybe mindenütt, mondta és lassan bekentem az egész testét, a nyaktól, a csípőn át, egészen a lábujjakig. Aztán a szétfeszített combok között visszataláltam a gyöngyöző szemére, majka környékére, de ügyeltem, hogy ne érjek hozzájuk. Mindenütt, mondta a szétterülő haja alól, de még mindig csak leheletemmel értem a lüktető csiklóhoz, mert még gyönyörködni akartam a puszta vágyban. Kitapogatta a dobozt, majd a magyarónyi krémet elkente a gyűrűs izom körül. – Itt is! – suttogta, miközben egyre beljebb csúszott az ujja, és a májva színű izom lassan engedni kezdett. És már az én ujjam is befurakodott az övé mentén, hogy végleg föltörje a félelem néhányszor megrepesztett pecsétjét. – Úristen, ez fáj! – nyögte amikor megpróbáltam behatolni. És én feladtam volna, pedig már nem éreztem. Csupán az agyam távoli zugából diktálta valaki a kíméletet. De két kézzel markolta meg a csípőmet, és nem engedett ki az ánusz szorításából. Akarom, így akarom, zihálta, és tíz körme a húsomba mélyett majd úgy rántott magába, mint aki dárdát döf önnön testébe. És a megsebzett állatnyűszítése után már éreztem, hogy a kín osztozkodni kénytelen a gyönyörrel. Hogy a gyönyör tulajdonképpen nemesített esített fájdalom. Mint a pompeiek, akikből a láva mélyén csupán egy embernyi üreg maradt, úgy feküdt a fekete matracon, párnájával öleszorításában. Még félig eszméletlenül, de már félig megszáradt sperma csíkjával a combján, és félig megszáradt könnyel az arcán. A szemközti ház ablakából betükröződött a nap, vörösre festette a szobát, aztán jöhetett egy felhő, vagy valaki odát kinyitotta az ablakot, mert hirtelen besötétedett. Hanyat feküdtem tarkon befészkeltem a csípővölgyébe, és néztem a plafon ekrű vízfoltjait. Ugye lefeküdtél vele? kérdezte. Én meg egy pillanatra nem is értettem, hogy miről beszél. Aztán azt hazudtam, hogy nem. Valószínűleg akkor kellett volna az arcomba üvölcse, hogy nekem te ne hazudj. Igen, akkor kellett volna elmondanom, hogy amikor Kleopátra egy harmadosztályú revütáncos nő jelmezében végigrohant a belvároson, és Antonius letörölte róla a mocskot meg a mandulaszagú veritéket, akkor a leselejtezett vérművésznő kicsit későn sietett ki a fürdőszobába. Alig pár mozdulattal később, mint amennyi egy típusú tragikomédiába még belefér, de ez a pár mozdulat is bőven elég volt ahhoz, hogy utána hetekig ne tudjunk egymás szemébe nézni. Hogy másnap Kleopátra ne akarja reggeli közben összeolvasni élete első mellékszerepét, hanem bevigye a kanna mentateáját a szobájába, és csukott ajtó mögött magoljon. Tulajdonképpen a legembertelenebb napjainkban viselkedtünk a legemberibben, anyám. Akkor, amikor a puszta érintésünktől kiszáradt a kenyér, és pocsolya víz ömlött a csapokból. Aztán végre jött Judittól egy levél, és valahogy sikerült visszatalálnunk a biztonságot jelentő mondatokhoz. Ha úgy vesszük, a Metropolitan nem is olyan rossz hely, de azért az rémes, hogy te még mindig nem tudsz folyékonyan olvasni, fiam. Nem csoda, hogy nem érettségiztél le. Algebrából buktattak meg, anyám. Aha, azért legalább a pót érettségére elmehettél volna. Majd jövőre elmegyek, anyám. De nem volt miért elmennem ugyanis egy kétszemélyes kriptává avanzsált örök lakásban semmi szükség érettségi diplomára. Igen, anyám, tulajdonképpen teljesen fölösleges volt pluszban a lányod is eltemetned. Valójában már azzal a mozdulattal kijelölted a biztonsági láncok helyét, amelyel elvezetted a hasadról Antonius kezét, a szomorkodó Kleopátra nyákos a baginájáig. Ne faggas! Csak ennyit kérek, ne faggas! mondta Eszter. És én az utolsó években Judit mellett már nagyon megtanultam nem kérdezősködni. Kilométereket gyalogoltunk valamelyik pesti rakparttól, valamelyik budai kilátóig úgy, hogy nem kérdeztem semmit. Nyugati rendszámú kocsikat figyeltem éjjel az ablakból, és reggel nem kérdeztem semmit. Feladó, meg bélyeg nélküli leveleket hoztam fel neki a postaládából, és nem kérdeztem semmit. Egyedül a belgrádi verseny előtt kérdeztem meg, hogy miért sír. Éjjel a színházban gyakorolt mert jobb volt a terem akusztikája, mint a zeneakadémiai akadémiai próba termeké. Vastaps után a műszak lebontotta Rómát, majd hazament. Mi ketten pedig ott maradtunk. Ő a színpadon, egy hatvanas izzó homályában, én a nézőtéren, mellettem a hegedűtokból átképzett frigyládával, amelyben majdnem egy évtizede ott lapultak a kőtábláim meg az ostort markoló két ballábas mózes. És a ne őj, üresen hagyott helyén a papír már átjukadt, mert Judit néha beírta, hogy de. Aztán kiradírozta, és a felkasírozott füzetlap egy idő után már nem bírta ezt az ingadozást. Tizenhárom évesen kellett radíroznia először, amikor anyám elvitte rutinvizsgálatra, és mandula műtét miatt egy hétig nem jött iskolába. Aztán kiradírozott még két doboz eunoktint, amit félelmében kihányt. Kiradírozott három év csendet, majd egy homokos balettáncost. Kiradírozta réti művész urat családostul, egy rákkutatót, egy gimnáziumi tanárt, meg egy vadászpilótát a hat gyakorlaton felrobbant gépével együtt. Aztán ismét réti művész urat, de már nem a családjával, hanem anyánkkal, és attól kezdve anyánkat még pontosan négyszer kellett kiradíroznia. És akkor már tegezték egymást, csak én nem hallottam. És amikor vérművésznő azt mondta a lányának, hogy ő kifejezetten szereti hármasban, akkor kiszakadt a papír. És Rajman Ágnes szobrásznő Juditnak indult és Rebekaként befejezett portréját, már a hegedűtok furnér lemezéről kellett kiradírozza. Pedig anyánk mindig is viszolygott a nőktől, de ez egyszer erőt vett magán. Mondhatni, minden estül átadta magát játékszenvedélyének, és a gyomormosás után szaffó töredékeit vitte be a lányának a kórházba. Édesanyám nem perdül a rokka és én még mindig azt hittem, hogy három nap Soproni zenei fesztivál, mintha nem is egy fedél alatt élnénk. És csak amikor véletlenül a kezembe került Judit kottalapokra írt levele, akkor értettem meg pontosan, mit jelentett az a mondat, hogy többé soha nem eri az anyánkhoz hasonlítani. A belgrádi útig úgy gondoltam, hogy jobb, ha nem kérdezek semmit. Jobb, ha legalább nekem nem kell hazudnia. Aztán beültem a harmadik sorba, néztem, ahogy áll a színpadon, a hatvanas izzó homályában, és hallgattam Paganini hámol hegedű versenyét, és a második tétel közben már patogokban csorog a könnye. Biztosan megnyered, mondtam. Tudom, Mondta. Mégis félsz, mondtam. Nagyon, mondta. Ugye visszajössz? kérdeztem. Hallgas, mondta, és olyan egyedül állt a színpadon, mint aki mellé az Úristen, elfelejtett világot teremteni.